Tehát azoktól elbúcsúztunk, és aki esetleg mondjuk nem tudna elmenni, vagy mondjuk elmenne, de még egy kis kultúrára, vagy akár mondjuk zenére vágyna, akkor az feltétlenül menjen el László Attila önálló koncertjére, akit sok szeretettel köszöntünk itt a Családbarátban. Október 19-én lesz még egyszer, tehát az időpontot. Köszönöm szépen, hogy itt lehettek, sziasztok! Hát és anélkül, hogy leülnénk minden poén, nem tudom, hogy mennyi meglepetéssel készülsz, de aki erre a koncertre látogat, milyen számokkal találkozhat, hogyan építetted föl? Hát eleve ennek a koncertnek a különlegessége az lesz, hogy hát 18-a van a születésnapom, és ez mondhatni a születésnapi koncert is. Lesz. Ennél nagyobb ajándékot, tehát ez óriási dolog, hogyha egy önálló koncertről beszélünk. És régen felvetődött ez az ötlet egy ismerősömmel, Hoci Zoltánnal, aki kérdezte, hogy volt már neked születésnapi koncertet? Mondom, még nem. Hát akkor szerintem csináljunk egyet. És ugye pont péntekre esik 18-a, de hát a szombati napot akartuk mindenképp megcélozni, hogy de ugye állítólag az emberek születésnapja van egy hétig, azt lehet ünnepelni. Érvényes. Benne lesz. Hát olyan szempontból már ez is egy ilyen különlegesség lesz. Hajnál már még locsocskán arra össze a dolgok, hogy mi is legyen benne, milyen tematikai legyen. De és a hajnálunk és feldolgozások is? Hát a hasonlóan, igen. Nem szeretem túl gondolni. Hogy hát a szerelmes dalok lesznek terítéken, fókuszban. Hát azok is lesznek mindenféleképpen, több mondani való, több téma lesz itt benne, de mindenképp egyszerűre szeretném fogni, tehát nem szeretném túl gondolni a dolgokat. De azért azok a feldolgozások, amiket sokan szeretnek tőled, azok nyilván megszólalnak ezen a koncerten. Nyilván, mondok ki, hát az nem lehet. Na de mik ezek? Említs párat. Hát van egy-két olyan saját szerzemény, amit már hál' Istennek úgy kezd egyre jobban több emberhez eljutni, többen megismerni. Sláger gyanús mondhatni. De még csak gyanús, de mikor robban be. Igen, viszont nagyon szeretik a szerelmes baladákon által az olyan dolgokat is tőlem, amik ugye a nemzeti érzelemről szólnak, ugye erdélyi magyarként, székelyként. Ez a nemzeti vonal is egy olyan téma, amit összehozanának is nagyon jó, hogy ez így van, hiszen ezt a mondani valót is szívesen viszem magammal. Úgyhogy ilyen széles körű téma. És hogyha nagy feldolgozásokról beszélünk, akkor milyen dalokra kell gondolni? Mik a kedvencek? Hát a legkedvencebb dal egy Dr. Kis Angyal Ernőtől, ez egy 100 éves dal, egy régi dal, Ott a hozó, az a 4 folyó. Ezt egyszer feldolgoztam Facebookon, vagy aki lehet mondani, már mindegy. Feldolgoztam interneten, és hát nagyon sokan is mondok ilyeneket. Hát hogy azóta nagyon sokan kérik ezt tőlem, és hogy kihagyhatatlan része, de ez csak az egyik. Van még több ilyen, de nagyon szeretik ezeket a dolgokat. Meg az Amíg van, Kire várom című saját szerzeménye, ami ugye a koncertnek is a címadó dala lesz, így október 19-én. Úgyhogy nyilván ez is egy olyan, ami nem maradhat ki. Mert említetted Erdélyt, és most a 13 éve vissza kell mennünk. 2011-ben volt az a tehetségkutató, ahol felbukkantál, és nagyon sokan megismertek és szeretnek azóta is. Benned azóta, akár zeneileg, akár így emberileg, milyen folyamatok mentek végbe? Mi az, ami alakult mondjuk a zenétben? Hát 14 éves voltam. Egy kis tini voltam még. Alakultam bőven egyébként az és alakult sok minden, tehát ugye nagyon sok mindent megtapasztalhattam. Az elmúlt időn úgy tekintek vissza, hogy nyilván hogy az életre és hogy az, hogy telik az idő, az ember tapasztal, és szerintem pont ez az időszak volt az, amikor az ember talán a legtöbbet tapasztal, és legjobban megismerkedik az élettel, ahogy kezd felnőni, hogy rájön a dolgokra, hogy sok minden úgy van, sok minden nem úgy van. És ilyenkor jönnek a frontális ütközések az életben, nem? De igen, de szerencsére nekem nem nagyon volt így frontális ütközések, csak így oldalütközések voltak, frontális nem amíg volt. Amíg az ember megtalálja a saját útját, és hát most ott tartom, hogy 2023-ban fonogramdíjban részesültél, illetve a Polgári Magyarország, Fiatalok Polgári Magyarország kitüntetésben is. Akkor még nyilván nem tud így előre gondolni az ember, de hogy ilyen nagy álmok biztos, hogy voltak, és mi az, ami még nagyon várat magára, és nagyon boldoggá tenne téged, milyen díj? Hát ugye gyerekként vannak érdekes álmaink, amik elég konkrétak. De a konkrét álmokat én nem szeretem. Nyilván nekem az volt az álmom kiskoromban, amikor volt ez a műsor is, és amíg utána a műsorunkban lecsengett, hogy én még mindig énekes akarok lenni, én tényleg ismert énekes akarok lenni.
És ez aztán az idő alatt kiforrott annyival, hogy én a Kárpát-medencében szeretnék ismerteni, minden magyarnak szeretnék énekelni, és hogy valami maradandót alkossak. És ez az idő megtanította arra, hogy ne egyből a csúcsra menjünk, hanem szépen lassan az utat megjárni, hiszen így lehet igazán töretlen sikert elérni. És ezek a nyeremények, vagy ezek az elismerések is, amik ugye tavaly évben voltak, ezek is egy kis mérföldkövek, amik hozzátettek ahhoz, hogy igen, az utat járni kell, és nem sietve, hanem szépen megjárva mindent, mert megcsinálni. És abban vele rakva magad, az útról beszéltünk egyébként Vidraus Csabával is. De akkor viszont teszed is ezeket az utakat? Tehát, hogy mész folyamatosan határon túlra, és akár felvidékre? Hát mindenfelé, így a Kárpát-medencébe, a régi Nagy-Magyarország területére, de a diaszporába is szívesen ellátogatok. Ja, a hazai pályán is. Igen. De most itt az anyaországban van a székhelyed, most itt élsz, ugye? Itt élek, Szigetszent Miklóson pontosabban, és nyilván innen járok. A koncerteknek nyilván a többség az itt az anyaországban van, de nagyon szeretek eljárni messzebb, és talán még messzebb is, még Ausztráliában is vagyok októberben az ottani diaszporának. Na, az egy jó bőrös, és ez igazi hosszú út, ha már az a tényleg hosszú út, igen. Hát teljesüljön minden álmod ezen a pályán, és akkor október 19-én szólítunk, és sok sikert kívánok az önálló koncerted az Erzsébet Ligeti Színházban, itt Budapesten. Köszönöm, ez volt már a Családbarát. Holnap is érkezünk Barbie-val, például a Swing-el, a Django zenekar vezetője, Lombos Pál is a vendégünk lesz.